Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkárcon. A mai videóban pedig az alkalmazást mutatjuk be, amint láthatjátok, sikerült a regisztráció. Milyen alkalmazás? Az új Panini FIFA World Cup Russia 2018 matricás albumának a hivatalos, gyűjthetős alkalmazása. Elérhető iOS-en, illetve Androidon, én böngészőben fogom bemutatni, minden link ott van a leírásban. Nézzétek meg, és ti is ki tudjátok próbálni. Gyors regisztráció szükséges, utána kezdődhet a gyűjtés. Egyelőre angol nyelven van csak, de szerintem minden érthető, semmi bonyolultság nincsen benne. Nézzük az albumot így kezdésnek. Ugye, aki nem tudná, kidobtak egy ilyen FIFA World Cup-os albumot idén is, rendes fizikai formátumban is. Ha azt nem láttátok volna, akkor itt a jobb felső sarokban van egy ilyen képes sportos videó, ahol kibontottam, bemutattam, megnéztük az albumot. Most pedig ugyanúgy átzongorázunk gyorsan a virtuálison is, kicsit másabb, láthatjátok itt a labda matrica, illetve a kupáról különleges matricák kicsit másabbak, de teljesen rendben van így is. Illetve a csapatok teljes mértékben benne vannak, azonban csökkentett létszámmal, tehát 11 játékos plusz a logó. Szerintem, mivel hogy ez egy ingyenes alkalmazás, így is teljesen jó. Gyorsabban tudtok haladni az országok között igazából vannak Coca-Cola-s matricák, Update Edition, majd jönnek valamikor ide, de igazából, a gondoljátok, gyorsan végzongorázhatunk rajta, mivel hogy az összes ország bekerült, aki kijutott a VB-re, illetve aki hivatalosan is benne van a matricás albumba. Ugye ide kell majd beragasztani a kártyákat, vagy berakosgatni, ha úgy tetszik. Minden nagy csapat is benne van, a kisebbektől elkezdve végig, tehát eléggé jól megcsinálták, jól néz ki szerintem. Dánoknál tartunk. Egy pár csomagot kibontunk így, illetve bemutatom, hogy hogy kell elképzelni ezt az egészet, hogy kell használni az alkalmazást. Svájc, Costa Rica. Annyit érdemes még megjegyezni, hogy az alkalmazásba, ami telefonon vagy tableten van, abba is ugyanígy néz ki, tehát nem kell semmi másra számítani. Az animációk teljesen rendben vannak. Nagyon szépen lapozódik, meg a matricák beillesztése is jó lesz, majd azt is megmutatom. Szenegálnál vagyunk, Kolumbia, Japán, és a végén ugye kis Coca-Cola-s reklám. Coca-Cola-s matricák is vannak. Nem is kevés. Utána achievements-ek, amiket gyűjtögetéssel, cseréléssel, illetve mindenféle ilyesmivel lehet megszerezni. És akkor a végén megint egy kis reklám. Így, tehát menjünk sorba, lehet szkennelni extra kontenteket, ez az alkalmazáson belül van, be tudjátok szkennelni, és akkor kaptok ugyanúgy különleges matricákat, meg minden. Itt vannak a mi matricáink, itt lesznek majd, itt pedig a cserék, tehát lehet cserélgetni is, szerintem ez teljesen hogy ilyen virtuális csere részleg van. Lehet beírni promókódokat, csomagokat bontani, erre majd a végén térünk vissza. Most a challenge-ekre megyünk, mivel hogy ilyenek is vannak, most éppen az aktuális challenge, hogy 7 matricát gyűjtsünk össze az orosz csapatból. Szerintem ez így teljesen jó, el is fogadtam, és ha megvan, akkor egy FIFA World Cup logó matricát kapunk, 4 napunk van rá, szerintem simán összejöhet. Úgyhogy ezt el is fogadtam, itt lehet cserélni, de most egyen nincsen cserénk. És van ilyen Your Team részleg, ahol lehet csatlakozni teamhez, ugye ide be kell írni a nevét, ide pedig azt, hogy csinálunk egy csapatot. Én amondó vagyok, hogy csináljunk így a YouTube csatornának a Futballkárcon néven valami kis csapatot, meg is nézem. FC, vagy rendesen talán kifér, Futballkárcon kifért. Akkor ez lesz a csapatnév. Ezt kell így beírni, azt mondja, hogy kimásolom, beillesztem, nem sikerült a beillesztés, na mindegy, akkor az alkalmazás valamiért nem akarja, de ugyanúgy be tudjátok gépelni ide, beírjátok ide a jelszót, és tudtok majd csatlakozni, nem tudom, mi legyen a jelszó, legyen mondjuk FC Hun, tehát ennyire egyszerű, nagybetűvel FC Hun,
ez a jelszó, és itt tudtok csatlakozni. Most én létre fogom hozni a csapatot, mi legyen a szlogen. Football Cards Hun YouTube. Ennyi igazából, szerintem ez itt teljesen hivatalos, ebbe kell belépni. Most meg is csinálom. És bent is vagyok, én vagyok az első tag, ugye? És akkor tudtok csatlakozni, tudunk dumálgatni, kódokat megosztani, tehát gyertek nyugodtan. Vissza is megyünk egy kicsit, és akkor megnézzük, itt lehet promókódokat belőni. A másik oldalt pedig nyitni a csomagokat. Nyissuk is az elsőt. Nagyon király animációval. Hú, egy tunéziai csillogós logó, aztán Piqué, Linetti, Lewandowski, Mané. Jó csomag, teljesen rendben van, felkül csillogós is volt benne. Nyissuk a következőt. 5 csomagunk van, ugye? Na, ebben már nincsen csillogós, de van Timo Wernerünk, Ben Josefünk, Akani, Akuna és Jedinak. Még van pár pakk, amit ki lehet bontani. Ebbe se volt csillogós. Kezdek elszomorodni. Andreas, Pione Sisto, Tosic, Dele Alli és Aquilar. Nagyon jó az animáció, hogy kinyílik. Ott a csillogós, Correa, Ruiz, Fernandez, Sommer és Cavani. Na, ez már egy komolyabb csomag. Nem volt rossz. Itt is van, belga logó, nagyon király. Egy Masato, Otamendi, Lekie és Gursakov. Szuper kis csomag volt, azt hiszem el is fogyott, így van. Ilyenkor azt tudjuk csinálni, hogy várunk, ott írja, hogy 8 óra 32 percet kell várnunk, és akkor kapni fogunk csomagokat, amiket ki tudunk bontani. Vagy a másik opció, a promókódoknak a belövése, amit minden meg is mutatok, beaktiválunk egy párat, azt mondja, hogy az egyik, az a Bell 1904. És ott a csomag. Ki is jött. Egy darab. De így végig tudunk zongorázni nagyon sok csomagon. Igazából, tehát jó sokat ki lehet gyűjteni, annyi a lényeg. Ebből még belövök egy párat. Mondjuk van nekünk egy Max 1970, ugye, hogy mikor, hol rendezték a VB-t. Igazából ebből így okulva, tanulva. Mi lehet a következő? Mondjuk egy Rush 2018, majd idén ott rendezik Oroszországba, és ebből is kaptunk egy csomagot. Tehát ennyire egyszerű ez a beaktiválás, semmi különös. Még csomó más kód is van. Leírást nézzétek meg a videó alatt, illetve a komment részlegbe is a videó alatt oszthatunk meg kódokat, illetve itt a csoportban az alkalmazáson belül. Tehát azért jönnek itt a kódok. Így. Szuper. Tehát visszatérve, lesz egy pár kód, amit itt be tudtok lőni, nem fogytok ki a csomagokból. 6 pakkot sikerült beaktiválni, viszont annyi a gond, hogy egy nap maximum 5-öt lehet kinyitni, ami annyit jelent, hogy várni kell a következő nyitásra, de azért így is sikerült 25 darab kártyát egy nap alatt beaktiválni, tehát ha minden nap 25-öt beaktiváltok, elég hamar össze fog jönni. Így be lehet húzni az albumban, mondjuk Pikét, és akkor be is rakja tök jó animációval. Szerintem ez teljesen rendben van. Itt is végig tudtok menni, hogy hol mi van, nem kell végig lapozni az albumot. Most berakosgatjuk az összeset. Edison Cavani Ausztráliából 2 is már megvan. Tehát az már nem olyan rossz, melyikből van meg a legtöbb, nézzük, Argentina, Svájc, ott 3, Svájc. Svájc lesz a nyerő, úgyhogy nincs meg még a csillogós, de nem baj, igazából. Brian Ruiz, merre van még németeknél, még be tudunk rakni egy Timo Wernert. Lengyeleknél is, 2 támadó. Tehát így szépen végig lehet zongorázni, az animáció teljesen rendben, úgyhogy szerintem élvezetes amúgy kigyűjteni, főleg, hogy az egész ingyen van, tehát
semmit nem kell ezért fizetni. Azoknak tök jó lehetőség, akik mondjuk sajnálják a pénzt, több ezer forintért megvenni a csomagokat, az albumot, meg minden, és akkor csomó duplikét van, akkor azokat el kell cserélni. Itt meg igazából csak egy ilyen kellemes kis játék a VB idejére. Úgyhogy, ha tetszik a videó, meg szeretnétek erre még többet, ilyen csomagbontós kód, mondós, hogy összeszedek pár kódot, és akkor leírom, beaktiváljuk, kibontjuk, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot a videóra, és akkor én onnan tudom, hogy erre van igény. Azt hiszem ennyi volt. Meg is nézzük, hogy áll az album. Igen, Dan, nem sikerült cserét. 5%-on van az album, tehát elég jó. És akkor itt be tudtok menni majd cserélni. Be kell húzni igazából a fönt lévő matricákat ide a drag, tehát a csere részbe, és akkor tudtok kérni érte mást. Azt is majd be fogom mutatni, hogyha lesz cserém. Egyenlőre sikerült megúszni az első bontogatást csere matrica nélkül. Tehát ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor tényleg mindenképpen dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára. A leírást is nyugodtan nézzétek meg, ha kell promókód, mert jó párat le fogok tenni. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok!